A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Üdvözlök mindenkit, ez a Kocsizom. Ahogy azt legutóbb ígértem, ma egy külön adást szentelünk az elektromos autóknak, úgyhogy a mai összefoglalókhoz garantáltan egy deci üzemanyagot sem fogyasztottunk el. A Citroen egy kis ideig pihentette a C4-est, majd visszahozta, de egy olyan formában is, amelyikkel nagy ívben elkerülhetjük a benzinkutakat. Ha nem lenne rajta zöld rendszám, vagy az első ajtókon egy kis kék E betű, meg nem mondanánk, milyen C4-es áll előttünk. Így viszont azonnal egyértelmű, ez az elektromos hajtású EC4. Jó hír, a villanyosításra szánt alkatrészek nem vettek el egy centit sem. A csomagoknak vagy a második sorban utazók lábának is ugyanannyi jut minden C4-esben. És ez azért is fontos, mert hogy a platformépítés időszakában vagyunk, tehát ez azt jelenti, hogy most már olyan alvázakat készítenek, amik képesek egyszerre több felépítményt is befogadni, és többféle hajtást is. És ennek az az eredménye, hogy gyakorlatilag ez az elektromos változat, hatalmas aksikon ücsörgünk egyébként, azt hozzáteszem, nem csökken például a beltér mérete. Ugyanakkora a beltér, mint egy sima benzines vagy egy dízel C4-esben. Tehát ha ezt a részét nézzük, semmiben nem szenved hiányt az elektromos C4-es választó, mint az, aki a benzinesre vagy a dízelre voksol. Egy kicsit pihent a klasszikus C4-es, rövid ideig ugyanis mindössze a légbuborékos ajtókkal szerelt C4 kaktuszt kínálta a márka. Szóval jelezték, itt van a Citroen, csak éppen egy kicsit gondolkodnak a folytatáson. 2021-ben aztán megmutatták az új C4-est mindenféle álcázás nélkül. A 4,36 méter hosszú, kizárólag 5 ajtósként debütált C4-esen ráadásul visszaköszön a 2004-es, 3 ajtós modellen megismert osztott hátsó szélvédő. De se baj, mert ezúttal hatolatni kell, nem csak radarok pittyegnek, hanem menő kamera is van, mely akár madártávlatból is mutatja a környezetet. Hozzáteszem, ez már ezen a felszereltségi szinten van, mint ami a tesztautó, tehát ez nem alapvető, tehát nincsen benne a bázismodellben, ez egyébként a második felszereltségi szint, amiben most ülünk. Az ülések azok nagyon kényelmesek, nem véletlenül hívják komfort üléseknek, speciális tömésük van, több réteg van bennük, és van benne egy olyan szivacs réteg is, ami miatt nem lesz egy ilyen puha süppedős fotel. És nyilván nem csak az az elsődleges célja ennek a kemény tömésnek, meg ennek a több rétegnek, hogy hosszú távon például ne fáradjunk el ezekben az ülésekben, vagy hogy tényleg baromi kényelmesen utazhassunk, hanem az is, hogy az idők teltével azért ne veszítsék el a formájukat. A legtöbb forma új, a kezelőszervek egy része, például a bajuszkapcsolók, ablakemelő gombok viszont régi ismerősök lehetnek Citroen tulajoknak. A digitális számlap és a középkonzol tetején trónoló, ugyancsak digitális, de tapogatható kijelző mellett a fűtés-hűtés szabályozására szerencsére gombokat is terveztek az új C4-esbe. Mennyi a hatótávolság? Az itt bal oldalt alul látszik, itt a kis akkumulátorikon mellett. Az összes többi információt viszont itt a központi kijelzőn nézhetjük meg. Nagyon jó ez az áramlás ábra, én nagyon szeretem, ezt tudom már milliószor elmondtam, de ettől függetlenül én nagyon szeretem. És itt van a középkonzolon az elektronikus kézifék gombja előtt ez a villám ikonú gombocska. Ezt, hogyha megnyomjuk, akkor hívhatjuk elő ezt a menüt. Mindamellett, hogy látjuk, hogy éppen mikor mi történik, tehát mikor töltjük az akkumulátort. Amellett a korábbi statisztikákat is például itt nézhetjük meg, illetve a töltést is itt tudjuk időzíteni is akár. Leszámítva ezt az elektromos áramlási kis menüt itt a központi kijelzőn, vagy itt az egyéb villamos információkat, minden ugyanolyan, mint bármelyik mezei C4-esben. A már szintén csak árammal működő Opelekben vagy DS-ekben is dolgozó 136 lóerő teljesítményű háromfázisú szinkronmotort egy 50 kWh teljesítményű akkumulátor látja el megfelelő energiával. Ha ügyesen kezeli a pedált a sofőr, akár 350 km-es VLTP szabvány szerinti elméleti hatótávra is képes az autó. Miért fontos ez a szám? Az Európai Unióban már azért jóval korábban meghatároztak egy kilométer számot, ami elméletileg az átlag autósnak a napi ingázása, ez pedig az 50 km. Mindenki döntse el, hogy ez az ő igényeinek megfelelő-e. Zárójel, nyilván ha már én vezetem az autót, nekem egyébként tökéletesen megfelel. Tehát az én munkahelyem és a lakásom között, oda-vissza, az konkrétan 43 km. Tehát igazából nekem elvileg egy hétig elég lenne ez a 350 km-es elméleti hatótávolság,
hiszen nem megyek olyan sokat. Viszont nyilván ezt a hatótávolságot azért elég sok minden befolyásolja. Használom-e a klímát, télen fűtök-e, hányan ülünk az autóban, milyen tempóval haladok, és hát hogy használom-e a megfelelő üzemmódokat. Háromféle üzemmódot kínál az EC4-es, van egy Eco, ilyenkor 100 lóerőre veszi vissza a teljesítményt a 136-ból a rendszer, és erre egyébként figyelmeztet is itt előttünk a kijelzőn, tehát hogyha megnyomom most itt az üzemmód választógombot, és kiválasztom az Eco állást, akkor ki is írja egyébként, hogy Eco üzemmód korlátozott teljesítmény és hőkomfort. Tehát ez azt jelenti, hogy a fűtés és a hűtés is ilyenkor csökkentett üzemmódban működik, és hát a teljesítmény is. Tehát most, hogyha nyomok egy padlót, azért meglódul nyilván, még mindig azért dinamikusan gyorsul a legtöbb autónál, de attól függetlenül érezhetően visszaállnak a lovak. És ezt akkor vesszük igazán észre, amikor ugyanannál a gázpedál állásnál, én most fogom és vissza fogom kapcsolni normál állásba, és ahogy visszaélesedik, tényleg, tehát érződik is ez a pillanatnyi hátbavágás. Szóval a lényeg az, hogy az Eco állásnak igazából akkor lesz majd értelme, hogyha tényleg ilyen nyugodtan autózgatunk. Nem érdekel minket, hogy a többiek azok milyen tempóban haladnak, mi folyamatosan a szélső sávot választjuk. Félreértés ne essék, tehát nem feltartani kell a forgalmat, ez nagyon fontos. Tehát lehet igenis szépen haladni, csak tudni kell azt, hogy itt egy kicsit lassabban gyorsulunk, tehát kisebb intenzitással gyorsulunk. Nyilván a sportállás, hát az furán hangzik egy elektromos autóban, de igenis van létjogosultsága, még pedig azért, mert sportállásban mindig a maximális teljesítményt aknázza ki a rendszer. Az áramfelvétel igen egyszerű, ráadásul a Citroen 100 kW-os gyors töltési funkcióra is tervezte a rendszert, így ahol erre adott a lehetőség, akár 10 km per perc sebességgel is magába szippanthatja a haladáshoz szükséges villanyos energiát az EC4. Persze, aki éppen nem tud hasonló atomerőművet, annak háromfázisú kábellel 5, míg szabványos hálózati kábellel viszont 24 óra a művelet. Maga a töltés azonban távolról is, akár előre beprogramozható egy telefonos alkalmazás segítségével. Igazából nagyon nagy kérdés lesz ez nyilván hosszú távon, hogy majd amikor, mit tudom én, másod meg harmad kézbe kerülnek ezek az elektromos autók, akkor mondjuk az akkumulátorok milyen állapotban lesznek. Nyilván amíg elviszik szervízbe, addig ez nem egy olyan kardinális kérdés, megérdeklődtem egyébként a Citroennél is, és az EC4-nek például a szervizelése, kicserélik a pollenszűrőt, és frissítik folyamatosan az akkumulátort. Tehát nagyjából egy ilyen szoftveres beavatkozás van még ezen kívül, esetleg a klímát kell kipucolni, és nagyjából ennyi. És ugyanúgy évente kell egyébként menni ezekre a kötelező revíziókra. Talán az utóbbi évek egyik legringóbb autójának is hívhatnánk az EC4-est, ugyanis álló helyzetben a legkisebb erőkifejtésre is így mocorog a kaszni. Viszont ami így álló helyzetben talán elsőre még ijesztőnek tűnhet, azért menet közben már nem ekkora probléma. Míg a hagyományos felfüggesztés lengéscsillapítóból, rugóból és mechanikus ütközőelemekből áll, addig a Citroen a két végállásnál hidraulikus ütközőelemeket épített be. Ennek a megoldásnak elsősorban nagymértékű be- és kirúgózásnál van előnye, hiszen ilyenkor a hidraulikus ütközőelem elnyeli és szétszórja az energiát, így nem pattog az úton az autó, mint az egyszerűbb megoldású négykerekűek. Fogom itt a kis billenőkapcsolót, kiválasztom az útirányt, előre vagy hátra akarunk menni, és nyomom a jobb oldali pedált, mert még mindig nem gázpedálnak hívom, de muszáj gázpedálnak hívnom, meg hát van ugye egy fékpedálunk, ezt tapossuk, ugyanúgy vannak bajusz kapcsolóink, tehát dodge-emezünk gyakorlatilag. Egyébként a hang is nagyon jó, tehát tényleg ez a villanyos hang, ez a csak ez a kis finom súrogás. Egyetlen esetben van itt bent az utastérben egy ilyen benzinmotorhoz hasonló morgás, méghozzá amikor beindul a klíma, na akkor figyelhetünk föl egyébként olyasmi zajra, amúgy a gumik súrogását lehet hallani, amikor leengedjük az ablakot, ha föl van húzva, annyira jó a zajszigetelés egyébként, hogy tényleg abból valami kevés jön be. Bár dúl az SUV láz, az alsó-közepes járgányok nem nagyon mentek ki a divatból. A Citroen bár úgy gondolta, a C4 Cactus elég lesz egy ideig a kompaktok között, megfejtették, mit várnak tőlük az extravagáns megjelenésen felül. A megfelelő hajtáslánc kínálatra is jól ráéreztek. Az eddigi tapasztalatok alapján ugyanis vannak már olyan vevők, akik határozottan elektromos C4-esért mennek a szalomba. A
A legelső C4-es, egyben a Citroën első kompakt modellje 1928-ban mutatkozott be. Számunkra viszont inkább az olyan későbbi leszármazottak, mint a ZX vagy a Xara mondanak többet, nevük ma is ismerősen cseng. 2004-ben aztán újra elővette a Citroën a C4-es nevet, ám ezúttal valami egyedit hoztak az alsó-közép kategória egyen modelljei közé. Kétféle karosszéria változatban debütált a C4-es, egy 5, illetve egy 3 ajtós verzióban. Utóbbit a francia marketingesek rögtön kupénak neveztek el, amit az erősen hátrafele lejtő tetővonal miatt is kaphatott egyébként az autó. A hátsó szélvédő sem volt szokványos, ugyanis ketté osztotta középen egy légterelő, viszont emiatt a hátralátás az sajnos nem lett túlzottan pazar, illetve az alsó üvegfelület is igencsak keskenyre sikeredett. De állítom, hogy nincs a világon még egy olyan autó, amelyiknek ilyen pici ablaktörőlapátja lenne hátul. Leheletnyivel, de nagyobb volt az ötajtós csomagtartója, és ha szemből néztük meg, a lökhárítója is különbözött egy kicsit a háromajtósétól. Belül viszont mindegyik változat ugyanazt az egyedi műszerfalat kapta. A fix közepű kormány csak a karima mozgott, illetve a középkonzol tetejére épített digitális kijelző igazából talán ezek a legjellegzetesebb részei a C4-es belsejének. A volára mondhatjuk, hogy gyakorlatilag túl is zsúfolták egy picit pont emiatt a megoldás miatt, ugyanis a csúcsváltozatokon a kürttel együtt 18 különböző gombot találhatunk. A digitális számlap különlegessége pedig az, hogy nem fették le hátul a mérnökök, így onnan is kap fényt folyamatosan, tehát mindig tökéletesen leolvasható. Még beépített illatosító is volt a C4-esben, a hozzávaló patront a szalonokban lehetett megrendelni. De odafigyeltek olyan apróságokra is a tervezők, mint a középkonzol oldalára bigyeztett, kihagyható fogantyú, ahova a hölgyek akár a táskájukat is biztonságosan rögzíthették. 2006-ban tovább bővítették a C4-es portfóliót, ekkor jelent meg először a 7 személyes C4 Grand, majd egy évvel később az egy számmal kisebb, de csak 5 személyes C4 Picasso, amelyek hatalmas sikerek lettek a 3, illetve az 5 ajtós C4-esek mellett. Ugyanez nem mondható el azonban a 2008-ban bemutatott C4-es szedánról, a Pallast ugyanis egy éven belül törölték is a kínálatból. A motorválaszték is igen széles volt, a benzinesek 1.4-től 2 literig terjedtek, gázolajosból pedig többféle teljesítményű 1.6-os és 2 literes HD-iket kínáltak a C4-esekhez. A modern C4-es első generációjából 2004 és 2010 között 2.300.100 darab készült. Némely autóról manapság már csak a zöld rendszámtábla alapján tudjuk megmondani, hogy villanyos hajtáslánca van-e. A BMW iX3-as is ilyen, szinte alig van rajta valami, ami megkülönbözteti a többi X3-astól. De vajon egy tisztán csak hátsókerékhajtású villanyos családi autó tudja-e azt az élményt nyújtani, amit a márka rajongói elvárnak? 2020. szeptember 29-én gördült le az első tisztán elektromos hajtású iX3-as a BMW Brilliance Automotive Shenyang-i gyártó soráról. Alig egy évvel később azonban már az utolsót készítették belőle. Nem kell rosszra gondolni, mindössze annyi történt, hogy a bajorok elkészítették belőle a frissített verziót, így ezentúl azt gyártják Kínában. Ez már a ráncfelvarrott BMW iX3-as. Az új lámpatestek és lökhárítók mellett talán az egyedi könnyűfém felnikről azonosítható be legkönnyebben az aktuális változat. Az MS logó sem véletlenül virít minden új iX3-ason, ezentúl alapból járnak a sportos kiegészítők. Bár a név és a sziluett is ismerős, azért itt sokkal többről van szó, mint egy egyszerű átalakításról, hiszen ez itt a bajorok első elektromos SUV-je, méghozzá a BMW iX3-as. 286 lóerő, és csak hátsó kerékhajtás. Igen, nincsen benne összkerékhajtás. És bizony ez a 286 lóerő, ha ismerős, akkor az sem véletlen, hiszen az első E36-os M3-asban is pont ennyi volt. Csak hogy ezek villanylovak, vagyis instant reagálnak a gázpedál minden parancsára. Ha nem szívbajos a sofőr, 6,8 másodperc alatt megvan a 100-as sprint. Viszont pont az elektromos hajtás miatt a végsebesség nem a BMW-től már hosszú ideje megszokott 200 km/h fölötti adat, az iX3-as sofőrje be kell érje maximum 180-nal. Se baj, legalább több energia marad az akkumulátorban, és gyors hajtás helyett inkább a 460 km-es elméleti hatótáv elérésén serénykedhet a pilóta. Nyilván közelébe sincsen a legendás M3-asnak, azért ott mégis 5-össel kezdődött a 0-100-as sprint idő, de
de attól függetlenül egy óriási családi autóról beszélünk, tehát tényleg fölösleges is igazából párhuzamot vonni a két modell között. Viszont ami mégis egy kis párhuzam lehet az MS logó miatt, az a vezetési élmény. BMW-nél az mindig is egy nagyon fontos szempont volt. Nagyon gyorsan megy, tényleg pillanatok alatt történnek a dolgok, egy-egy előzés, gyakorlatilag a gondolatunk talán azt tud esetleg egy kicsit gyorsabban szárnyalni. A frissített iX3-as a BMW első olyan modellje, amelyben a BMW iDrive hajtáslánc technológia legkorszerűbb, ötödik generációja dolgozik. Különlegessége, hogy egy közös házba integrálták az elektromos motort, a vezérlő elektronikát és a váltót, majd ezt a kombót a hátsó tengely segédkeretébe építették be. Ez roppant helytakarékos megoldás, így ennek köszönhetően még a villannyal hajtott iX3-asban is ugyanannyi hely van az utasoknak és a csomagoknak, mint bármely más iX3-as modellben. Nem tudom, ki szokta figyelni az üzemanyag cágert az autóban, de valahogy a fél fölötti résznél nehezebben tűnnek el az egységek. Nem tudom, más is felfigyelt esetleg már erre. Itt is az a tapasztalatom egyébként, hogy az elején, amikor teljesen fel van töltve 100%-ra, akkor valahogy olyan szépen nyugisan fogynak csak az egységek. Én elmentem 200 kilométert, egy kicsivel több mint 200 kilométert, igazából a fél állásig, tehát az 50%-os töltöttségi szintig. Na most azóta elmentem 31 néhány kilométert, most 237-et mutat, tehát nagyjából ilyen 30-35 kilométert mentem el, és nagyon látványosan egyrészt lecsökkent a megtehető hatótávolság is, és hát igen, azért most már közelít ugye a negyed szinthez az akkumulátornak az állapota. És ugyanolyan körülmények között megyek az autóval egyébként, azt hozzáteszem. Tehát ugyanúgy városban mászkálok vele, ugyanúgy megyek főúton is vele, ugyanúgy használom a motorfék funkciót, ezt a brake funkciót. Tehát tényleg nem csinálok semmi mást, viszont azt írja ki most is, látszik, hogy 110 km még a megtehető hatótávolság, tehát úgy kalkulál a berendezés, és mivel elmentem már 237, majdnem 238 km, tehát ez azt jelenti, hogy azért bőven 300 km fölött van a hatótávolság. És ezt azért hangsúlyozom, mert tudom, katalógusban más szerepel, igen, több mint 400 kilométert ígérnek, rendben, legyen így. De én egyáltalán nem figyeltem arra, hogy vigyázzak az amperekre, meg a voltokra, meg egyébként is. Tehát, hogy abban az akkumulátorban, ami van, az igenis azért van, hogy élvezetesen mozogjunk, hát hiszen tényleg egy BMW-ben ülünk. Igenis, ezt ezért találták ki, és így jöttek ki ezek a számadatok. Úgyhogy szerintem ez egyáltalán nem rossz. Hát nyilván a töltés az egy másik kérdés, mivel tisztán elektromos autóról beszélünk, nyilván az akkumulátor kapacitás az nem olyan, mint egy töltető hibrid autónál. Az új iX3-as nagyfeszültségű akkumulátorának kapacitása 80 kWh, amelyből 74 kWh-t hasznosít. A CCU technológiának köszönhetően váltakozó áramú terminálokon akár 7,4 kW töltési sebességű egyfázisú, vagy 11 kW töltésű sebességű háromfázisú áramfelvételre képes az iX3-as. Gyors töltőre csatlakoztatva pedig maximum 150 kW-on szippantja magába a mozgáshoz szükséges energiát. Vagyis mindezt időben kifejezve, ha teljesen lemerül az akkumulátor, otthoni hálózaton akár 36 órán át is töltőn kell legyen, míg nyilvános töltőoszlopon vagy a gyári wallboxal 7,5-8 órára csökkenhet az áramfelvétel ideje. Tudom, ez még mindig sok, erre még mindig mindenki azt mondja, hogy hát nem fog meginni 85 kávét 5-6 óra alatt, nincsen idő arra még bevásárolni sem elég. Én abszolút megértem, de attól függetlenül szerintem az a fajta élmény, amit egy ilyen elektromos autó ad, tehát tényleg egy ekkora SUV-ben ülünk, és az a fajta dinamizmus, az a fajta nyugodtság, csönd van. A gumik súrogását alig lehet hallani, pedig most nyitva van a tetőablak is például, tehát hogy nincsenek például zajok, vannak akik kifejezetten érzékenyek a hangokra. Megint más kérdés nyilván, és ez saját személyes példa. Édesanyám mondta, amikor vittem az autóval, hogy hát azért neki hiányzik az a szép hang, ami a BMW-knek van, mert hogy nekünk is volt, illetve van most is még a családban BMW, és neki hiányzik egyszerűen az a hang. Tudom, hogy nem szeretik ezt hallani, és nagyon sokan ellene vannak, mert azért a legtöbbünk az tényleg, tehát aki benzinnel fertőzött, az nem szívesen hall ilyet, hogy hát ez a jövő, de attól függetlenül tény is való, hogy igenis e felé haladunk, hogy ezek a villanyautók lesznek többségben, és igenis eljön az az időszak, amikor nagyon sokat kell terveznünk, amikor végig kell gondolnunk, hogy hova akarunk menni, milyen távolságra van, hányan fogunk menni, van-e töltési lehetőség,
Tehát igenis jön a matekozás időszaka, de hozzáteszem, tehát addig, amíg ilyen luxusban tudunk ülni, mint ami itt van az iX3-as BMW-ben is, hát szerintem én, aki nem nagyon voltam jó matekból, még én is bevállalnám. Bár a hagyományos erőforrásokkal hajtó testvéreivel egy gyártósoron készül az elektromos iX3-as, mégis van egy nagy különbség köztük. Utóbbi fejlesztésénél mindvégig határozott kikötés volt, hogy a tisztán elektromos meghajtású modell teljes életciklusára vetítve jelentősen kisebb ökológiai lábnyomot hagyjon maga után, mint egy hasonló méretű belső égésű erőforrással szerelt autó. Így hivatalos mérések szerint a kizárólag zöld energia újrahasznosítással előállított árammal töltik az iX3-ast, akkor mintegy 60%-kal is alacsonyabb lehet az ökolábnyoma, mint egy dízel iX3-asé. Hamarosan egy új, elsősorban tisztán elektromos hajtású modelleket kínáló márka forgalmazása kezdődik Magyarországon. A disztribúciós szerződés aláírásakor mi is ott voltunk, és természetesen így első között láthattuk a kínai Geely nálunk is debütáló négykerekűjét. Igen, ez az a Geely, amely 2010-ben felvásárolta a Volvo Cars. A kínai vállalat 1997-ben lépett be az autóiparba, 2020-ban viszont már 10 millió járművet gyártottak és értékesítettek világszerte. Magyarországra azonban eddig még nem jutottak el, de a 2022. november 4-i szerződéskötés után már hivatalosan is megkezdhetik a márka forgalmazását hazai kereskedésekben. Két dolgok választottuk magát a márkát, a cégünknek a tulajdonosi hátra egy izraeli tulajdonú vállalat. Izraelben a Geely nem egész 2 év alatt piacvezető lett, és egyszerűen nem tud a Geely annyit szállítani, amit nem lehetne eladni Izraelben, ami meggyőzte a tulajdonosokat arról, hogy ez közép-hosszú távon, de akár rövid távon is üzletileg egy nagyon jó befektetés. De talán ennél még fontosabb az, hogy rengeteg kínai gyártó van a kínai piacon, akik most szárnyakat bontogatják és próbálnak mind a világon, mind Európában megjelenni. Ebből azért a Geely már sokat letett az asztalra, tehát igazán egy globális brand. Nagyon komoly márkákkal nagyon sikeresen működik, mint például a Volvo, ami egy tradicionális európai márka, és azt gondoltuk, hogy ez önmagában elég garancia arra, hogyha az a mobilitáson, az autóiparon belül egy új szegmest próbálunk megképviselni, történetesen a teljesen elektromos meghajtású gépkocsikat, akkor ez egy jó választás lehet. Az aláírási ceremóniára elhozták a Geely első nálunk is megvehető modelljét, a Geometry C-t. Rejtett kilincsek, ezen keresztül tudunk bejutni, és itt bent gyakorlatilag rengeteg új formával találkozunk, és lehetséges, hogy igazából ez a geometriai név, illetve a geometri név, ez erre is vonatkozik. És akkor az új embléma, amit majd érdemes lesz megtanulnunk, ez a Geely embléma, és tényleg amerre nézünk, mindenhol ilyen szokatlan geometriai formák, és egyébként mindegyik valami funkciót rejt. Tehát itt tudom például kikapcsolni a menetstabilizálót, hogyha akarom, itt van egy lejtmenetvezérlő, ezzel tudom aktiválni. A tisztán elektromos hajtású négykerekű VLTP szerinti hatótávolsága 460 km, a 310 Nm-es csúcsnyomatékú villanymotorral pedig 7,7 másodpercig tart a 100-as sprint. Körülnéztünk a világban, nem tapasztaltunk sehol szállítási problémát, tehát a Geely márka bárhol megjelent eddig, ott folyamatosan szállít. Kínai autógyártókhoz képest a 4 hónapos szállítási határidő nagyon rövid. Ezt mi majd továbbiakban próbáljuk úgy áthidalni, hogy folyamatosan készletet fejlesztünk Magyarországon, tehát még ez a 4 hónapos szállítási határidő is ilyen értelemben eltűnik. Ha persze valaki majd nagyon személyre szabottan szeretne rendelni valamit, ami kimondottan azokkal a specifikációkkal, azokban a színekben készül, amit ő szeretne, neki a 4 hónapos szállítási határidő lesz a reális. Az első Geelyk 2023 nyarán érkezhetnek meg Magyarországra. A Grand Automotive Central Europe tervei szerint eddigre a hazai márka kereskedések is rajtra készek lesznek. Nem ezzel lehet a legmesszebb jutni egyetlen töltéssel, és valószínűleg nem is ebből lesz a családi mindenes. Viszont annyi egyediség van benne, hogy sokkal jobban megnézik, mint egy szupersportautót, és persze vezetni sem utolsó élmény. Ne tévesszen meg senkit a retro kinézet, ez bizony az utolsó csavarig modern autó.
Nincs például hagyományos visszapillantó tükre, ráadásul annyi monitor van benne, mint egy bank biztonsági szobájában. A neve ehhez képest igen egyszerű, mindössze egy E betű, ráadásul azt is kicsivel írták. Nem szeretem az autó külsejét elemezgetni, hiszen azt mindenki látja, de most viszont nem tudok szó nélkül elmenni, hogy ez a kis Honda, ez úgy néz ki, mintha jönne, vagy éppen menne. Mert hogy elől és hátul ez a keret, ez ugyanaz. Egyrészt a lámpák, azok egy búrán belül van szinte minden. Az indexet ide építették be, tompítottat, reflektort. Viszont ami még funkciója van itt ennek a keretnek, az az, hogy ott van mögötte egyrészt egy radaros érzékelő, aztán itt van a 360 fokos kamera egyik lencséje, illetve van itt egy gomb is, amit rövidesen el is mondok, hogy az mire való. A Honda i egyik legkülönlegesebb megoldása, hogy villanymotorja a hátsó kerekeket hajtja, ami ebben a kategóriában még a hagyományos tüzelésű erőforrással szerelt modellekre sem jellemző. A hondás érzés az nagyon benne van, tehát tényleg filigránul lehet vele menni, nagyon jól fekszi az utat, a kanyaroktól sem szédül. Nyilván az is számít, hogy kicsi a bódé, és innentől kezdve magát a sebességet is többszörösének érezzük annak, mint ami valójában van. Illetve pillanatok alatt tényleg felgyorsul ez a járgány, olyan hamar tud ugrani a jogosítványunk. A bódé is tartogat számos meglepetést. A kilincsek például belesimulnak az ajtókba, érintésre jönnek elő. Visszapillantó tükröt pedig ne is keressünk, azokat ugyanis kamerák helyettesítik. A közvetített képek két 6-szoros képernyőn jelennek meg, amiket a műszerfal két szélére építettek be. A vezető választhat normál és nagy látószögű üzemmódok között. A Honda tesztelésekkel tudja bizonyítani, előbbinél 10, utóbbinál viszont 50%-kal kisebb a holtér, mint a hagyományos tükröknél. Nekem azért voltak fenntartásaim, és azért ha alaposabban megnézzük egyébként kívülről, egyrészt a ház az műanyagból van. Tehát sajnos nagyon sok figyelmetlen autós van, egyszer mondjuk rányitják parkolóban, kész, elroppan, meg tud törni. Nyilván nagy erővel kell. Tehát azt hozzáteszem, hogy ez nem egy egyszerű kis horzsolással vagy egy érintéssel fog elroppanni, de attól függetlenül benne van sajnos a pakliba, hogy könnyebben sérülhet. Aztán mivel van egy 360 fokos, egy ilyen madártávlati kamera is, és azt a képet is úgy rakja össze, hogy az aljában is vannak kamerák. Tehát magyarán mondva mindegyik oldalon két-két kamera van, tehát innentől kezdve, ja és még bocsánat, még benne van az index is, hogyha megsérül egy ilyen visszapillantó, hát szerintem annak csillagászati ára van, majd egyszer, hogyha esetleg bontóból kell beszerezni, majd ha eljön az az idő, szerintem akkor se fogják ezt gombokért adni. Ahogy viszont besötétedik, úgy egyre inkább felerősödik bennem az ellenérzés ezzel a technológiával kapcsolatban. Lehet nyugodtan maradinak nevezni emiatt, de valahogy nincsenek csodák, tehát egy ilyen kisméretű lencse, az nem tud sokkal jobb képet generálni. Ebből is látszik, hogy nagyon zajos a kép. Most ahogy kiérünk a településről, egyre jobban elsötétedik, és ahogy a fények eltűnnek, úgy szépen lassan egy elmosódott semmi lesz gyakorlatilag. Ugyanez a helyzet van egyébként még a nagyvárosi fények mellett is, tehát látjuk, hogy van mögöttünk valami, így a fényes pacák, most pont elment egy autó, tehát így főúton szerintem nyilván egy sima tükör sem ad sokkal jobb képet, de még egyszer hangsúlyozom, ez az én véleményem. Nekem idegen. A Honda állítja, az első Civic generáció inspirálta a belteret. Ha egy kicsit hunyorítunk, valóban akad némi hasonlóság, a fahatású betétről például biztosan erre asszociálunk. Két ilyen méretű kijelző viszont maximum otthon egy-egy szobában volt a 70-es években. Itt azonban egyértelműen uralják a középkonzol nagy részét. A madártávlati kamera az nagyon szép képet mutat, egyébként itt lehet váltani is nézetet, hogy melyiket szeretnénk, ami leginkább segít nekünk, illetve gombnyomásra le is parkol magától ez az autó, hogyha arra van szükség. És akkor hát itt ugye a kijelzőket, azt rengetegféleképpen lehet beállítani, a navigációtól elkezdve, ha arra vagyunk kíváncsiak éppen, hogy mennyi áramot fogyasztunk, vagy éppen mi fogyaszt áramot, hogy töltünk vissza, lehet egy ilyen folyamatábrát is lehívni. Gyakorlatilag olyan, mint egy okostelefon, tehát itt tulajdonképpen bármit be lehet állítani, amit szeretnénk nézni, hogy itt legyen az órunk előtt. A Honda elektromos városi kisautója 136 vagy 154 lóerős teljesítménnyel is készül. Utóbbi a leggyorsabb variáns, ezzel kicsit több mint 8 másodpercig tart a 100-as sprint. Persze az állandó gyorsulgatás nem tesz jót az elméleti hatótávnak, ami amúgy sem éppen túlcombos.
Miközben a legtöbb konkurens 2020-ban már megközelítette a 300 kilométert, addig a Honda i a gyengébbik hajtással maximum 220 kilométerre jó egyetlen töltéssel. Az erősebbik viszont, mint a tesztautó is, 210-nél elfogy, papíron legalábbis. Nagyjából 100-110 km után el tud annyira fogyni, hogy lemerül ilyen 35-40% környékére, és akkor még egy ilyen körülbelül 60 km-es hatótávot ír ki, hogy még annyit lehet vele menni. Most ezt, hogyha összeadjuk, akkor ez gyakorlatilag nincsen 180 km. Persze amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a csomagtartót vajon miért felejtették el a japánok. Illetve hagytak egy mindössze 171 liternyi sávocskát, amit két hátizsákkal tele is tömhetünk. Helyette biztosan a töltőnyílással foglalkoztak többet, ami végül nem a szokásos helyekre került, a gépháztetőbe vájták. Ezt kétféleképpen is kinyithatjuk, ezt a kis nyílást. Az egyik az itt van a távirányítón, tehát hogyha megnyomom ezt a gombot, akkor nyílik. Illetve van egy másik lehetőség is. Itt látszik ez az egybe panel, és itt van egy kis gomb, tehát hogyha ezt megnyomom, akkor szintén kinyílik. Csatlakoztatjuk a megfelelő kábeleket. Egy. Jött a másik is. A csatlakoztatás egyszerű, a töltési idő pedig igen változatos. A Honda például készített egy saját otthonra telepíthető wallboxot, amely ha 32 amperes áramellátást kap, akár 4 óra alatt is feltölthető vele az i. Ez nagyjából az utcai töltőállomásokon is tartható, ám akinek csak ennél kisebb áramerősség adott, annál akár 19 órán keresztül vándorolhatnak az egységek a 35,5 kWh-s akkumulátorba. Szóval van egy pár dolog, amivel azért úgy meg kell békélni, el kell fogadni, hogy van. Itt igazából ezek a tapis kijelzős dolgok, ezek hát kinek hogy tetszik, én megmondom őszintén, nem vagyok elájulva tőle. Én nagyon nem szeretem ezeket a digitális dolgokat. Az például kifejezetten tetszik, hogy a klímapanel az egy hagyományos, tehát gombok vannak, tekergetni kell, lehet szépen nyomogatni. Nekem ez kifejezetten tetszik, sőt ide föl is hoztak azért egy pár gombot. Tehát azért nem felejtették el, hogy még emberek vezetik ezeket az autókat. A Honda i értékesítése, akár csak maga az autó sem volt szokványos. Kezdetben csak neten lehetett regisztrálni, ráadásul először kizárólag a modellről folyamatosan csepegtetett hírekre. Viszont akkora érdeklődést generált ez a folyamat, hogy mindössze pár nap alatt több mint 15 ezeren iratkoztak fel. Majd a szaksajtó is nagyra értékelte a Honda i-t, több elismerést is szerzett 2019-es debütálása óta. Egyebek mellett két Red Dot díjat, első japán modellként a Német év autója címet is megkapta, majd a nemzetközi év női autója lett 2021-ben új energia kategóriában, továbbá a 2021-es nemzetközi évautója szavazáson a világ legjobb városi autója címet is bezsebelte. Ennyi volt mára, köszönöm, hogy velünk tartottak. Ne feledjék, két hetente jelentkezünk friss adással, melyeket a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján bármikor visszanézhetnek. És ha már arra járnak, kérem ne felejtsenek el feliratkozni sem, hogy mindig első között értesüljenek, hogyha friss tartalommal jelentkezünk. A Fehérvár Média Centrum online felületén, az fmc.hu-n pedig autós írásainkat is olvashatják. Két hét múlva az évad záró adásban megmutatom egyebek mellett, hogy miért van az az érzésem, mintha beleesnék szó szerint az új Honda Civicbe, amikor beülök, és annak is utána járok, hogy vajon az új Nissan Qashqai képes lesz-e annyira hódítani, mint az elődei. Nézzenek minket akkor is, addig is minden jót! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.